Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusstudio.hu. Béremelés, a kamara véleménye szerint kigazdálkodható a 8%. Bombával fenyegetőzött, a szexádi járásbíróság ítéletet hozott. Új adószabályok, kedvezőbbé vált a nyugdíj melletti munkavégzés. Megújult bankfiók, hőgyészen 40 évet kellett várni a modernizálásra. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az évelején bevezetett 8%-os minimálbér emelés még kigazdálkodható a kisebb cégek számára is, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Annak ellenére, hogy a munkavállalók egy része ma is elégedetlen, nem várható módosítás a kérdésben. Leginkább a kis vállalkozókat érintette ez fájdalmasan. A munkáltatók 5, míg a munkavállalók képviselői akár 15%-os béremelést is el tudtak volna képzelni az idei esztendőre. A hosszú vita alatt a munkaadók is rájöttek, engedniük kell, míg a munkavállalók is kisebb igénnyel léptek fel, így alakult ki a 8%-os emelés. Igaz, a munkavállalói oldal kisebbik része ezzel sem elégedett, mondja a kamara elnöke. A többség fogadta el ezt a 8%-ot a munkaadói oldalon is, és a munkavállalói oldalon is. A kisebbség gyakorlatilag mai napig is nehezményezi, hogy csak 8%-os emelés történt. Az valószínűsíthető, hogy a további követelések nem vezetnek eredményre, és erre az évre marad a 8%-os emelés. A kamara elnöke úgy véli, bár a vállalkozói oldal elviselhetetlen terhekről beszél, az emelés kigazdálkodható. A 7% és a 8% között a munkaadóknak ez már nem egy akkora nagy különbség van. Ráadásul július 1-től egy 2%-os járulékcsökkentést vállalt a kormány, tehát az még plusz segítség lesz abban, hogy tudja a munkaadói oldal vállalni ezt a terhet. A bérek a nagyvállalatok esetében ma is jóval magasabbak, mint a minimálbér. A nehezebb helyzetben a kisvállalkozások kerültek. Ezzel együtt nőtt a forgalom is, ami megfelelő alap lesz a bérek kifizetésére. Kiemelten ellenőrzi a NAV Tolna megyei igazgatósága jövő héttől a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek forgalmazásával, importjával érintett adózókat, vagyis azokat, akik elektromos termékeket, csomagolóeszközöket, vegyipari cikkeket árusítanak. A revizorok elsősorban a termékdíjjal kapcsolatos bejelentés, a bevallás benyújtás, a nyilvántartás vezetés szabályszerű teljesítését vizsgálják majd. Szombatig lehet visszavinni a fel nem használt tűzijátékokat az árusítóknak, a kereskedők kötelesek a megmaradt eszközöket átvenni. A szakember azt mondja, az elmúlt évek tapasztalatai alapján szinte senki nem él a törvény adta lehetőséggel. Ez egy telep, ami közel másfél percen keresztül lövi a lövedékeket, és ez ilyen 80-90 méter magasságig fölövi az atmoszférába, és ott szépen szétteríti. Hatalmas volt a választék tűzijátékból ennél a szexárdi árusnál szilveszter előtt. Az eladó azt mondta, egyre többet költünk szilveszterkor tűzijátékra. Az 1000 forintos terméktől a 20 000 forintos termékig majd, hogy nem mindent visznek, tehát nincs az belőve, hogy 5-6 ezer forintokat költenek el. Úgy gondolom, hogy a szilveszterre az emberek nem sajnálják a pénzt, főleg pirotechnikai eszközökben. Ezáltal nálunk is mindenféle termék megtalálható. Jellemzően az 1500-2000 forintos termékek fognak a leginkább, és főleg a telepek. A tűzijátékok eladására, tartására és felhasználására is szigorú szabályok vonatkoznak. Egy tavaly hatályba lépett változás szerint például még az árusok sem tarthatnak éles eszközöket az eladó térben. Azok az eszközök, amik esetlegesen megmaradnak, azokat az állampolgárok a forgalmazókhoz visszavihetik. Ezt még december 28-án nyilatkozta a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Ezek pedig már friss felvételek. A tűzijáték árusító pavilon még mindig áll ebben a szexárdi parkolóban. Pénteken reggel ugyan nem volt ott senki, aki visszavette volna a fel nem használt eszközöket, ám telefonon elértük a cég vezetőjét. Ő azt mondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján szinte senki nem viszi vissza a tűzijátékot, mert annyit vesznek, amennyit az év utolsó éjjelén el is használnak.
A törvény szerint egyébként az eladóknak szilveszter után nem is kell már a helyszínen lenniük, elég, ha ott hagynak egy telefonos elérhetőséget, ez pedig a Szekszárd járusnál is jól látható helyen fel volt ragasztva. Az ünnepeket követően az elmúlt évek tapasztalatai alapján várhatóan szombaton és vasárnap a főbb tranzit útvonalakon a Nyugat-Európába visszatérő munkavállalók miatt a szokásosnál is nagyobb forgalomra és így telítettebb sávokra számíthatnak az autósok. Ezzel egy időben az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján pénteken késő délutántól elsősorban a Dunántúlon havazás várható, figyelmeztet a közútkezelő. A szakemberek a közlekedőktől ezért azt kérik, csak akkor induljanak útnak, ha előtte tájékozottak az aktuális út- és látási viszonyokról, illetve forgalmi helyzetről. Robbantással fenyegetőzött egy 31 éves férfi. A fiatalember több ízben tárcsázta a segélyhívó számot azzal, hogy különböző településeken bombát rejtett el. Később kiderült, hogy ez nem volt igaz. A Szekszárdi Járásbíróság jogerősen 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönre ítélte a fenyegetőző férfit. Szekszárdon több bombát helyeztem el, ezzel hívta fel a segélyhívó számot egy Kaposváron élő férfi 2017. szeptemberében. A férfi kérdésre válaszolva pontosította bejelentését, mely szerint a Balparászta utcában találhatóak a bombák. Egy hétre rá azt állította a Bács-Kiskun megyei Katymár főutcáján helyezett el robbanó szerkezetet. 3 perccel később ismét telefonált, ekkor hívását egy másik központ fogadta, és nekik is ugyanezt mondta el, ám egyik alkalommal sem találtak a rendőrök bombát az általa megadott helyszíneken. A Szekszárdi Járásbíróság nemrég hozott ítéletet az ügyben. A Szekszárdi Járásbíróság közveszélye fenyegetés büntettében mondta ki a vádlott bűnösségét, ezért 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet első fokon jogerőre emelkedett. A bűnösség kimondására azért került sor, mert a közveszélye fenyegetés büntettét az követi el, aki olyan tényeket állít, vagy annak a látszatát kelti, mintha közveszély következne be, például bombával fenyegetőzik, és ez alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja. A közveszéllyel fenyegetés büntette egyébként 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény. Rengeteg elektromos töltőállomás telepítéséről szóló bejelentés érkezett be az Innovációs Minisztériumhoz az év utolsó heteiben. Ennek az az oka, hogy 2019. január 1-én lejárt a villanykutak üzembe helyezésére vonatkozó határidő az 1500 négyzetméteresnél nagyobb alapterületű és az 50 ezer főnél nagyobb településeken működő boltok számára. A 2016-ban született törvény szerint január 1-től minden 100 parkolóhelyre 2 töltőnek kell jutnia, így várhatóan hamarosan gombamód szaporodnak majd a vállalkozások tulajdonában lévő elektromos kutak Tolna megyében is. Minden évben több kéménytűznél is kell intézkedniük a katasztrófavédőknek Tolna megyében. Legutóbb néhány napja történt egy ilyen eset Pusztahencsén, pedig a kéménytüzek könnyen elkerülhetőek. Több kéménytűzhez is riasztották az elmúlt időszakban a katasztrófavédőket Tolna megyében. A fűtési szezonban minden évben megszaporodnak az ilyen jellegű balesetek, pedig rendszeres karbantartással és odafigyeléssel könnyen megelőzhető lenne a baj, mondja Boros Brigitta, a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A kéménytűzek általában arra vezethetők vissza, hogy nem megfelelő a karbantartottságuk, illetve hogy nem megfelelő tüzelőanyaggal fűtenek, és ezért lerakódások keletkeznek a füstelvezetőkben. Nagyon fontos, hogy mindig a berendezéshez megfelelő tüzelőanyagot használjuk, és hogyha a háztartásban hulladék keletkezik, amit lehet, azt inkább gyűjtsük szelektíven, ne tegyük bele a kazánba. Amennyiben a kémény járata leszűkül a behullott égla, vakolat vagy beköltöző madarak miatt, akkor az égéstermék visszaáramlik a lakásba, ezért elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés, amit gázkéményeknél évente egyszer, fatüzelésűeknél pedig évente 2-szer kell megtenni. Téli időszakban átlagosan 15-20 kéménytűzhöz vonulnak a tűzoltók Tolna megyében.
Újraindul idén 2 milliárd forintos keretösszeggel az Otthon Melege program konvektorcsere alprogramja. A támogatási összeg legfeljebb a költségek 60%-át fedezheti, egyháztartás vagy magánszemély legfeljebb 750 ezer forint támogatást kaphat. Háztartásonként több konvektor cseréjére is lehet pályázni, egy készülékre legfeljebb bruttó 96 ezer forint igényelhető, az alprogram a cseréhez kapcsolódó beszerelést is támogatja. Kedvezőbbé vált a nyugdíj melletti munkavégzés. Egy új szabálynak köszönhetően idén már csak személyi jövedelemadót kell fizetni a nyugdíjas munkavállalóknak, járulékot nem. Ettől azt várja a kormány, hogy kétszer annyi nyugdíjas fog dolgozni, mint most. A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége jó dolognak tartja a nyugdíjasok foglalkoztatásának szélesítését, ami azonban a korábban alakult több mint 100 nyugdíjas szövetkezetet ellehetetleníti. Kedvezőbbé vált a nyugdíj melletti munkavégzés. Eddig bruttó 100 ezer forintból 71 ezer forintot kapott egy dolgozó nyugdíjas, miután levonták tőle a személyi jövedelemadót és járulékokat. Egy új szabálynak köszönhetően azonban már csak a személyi jövedelemadó jön le, így a 100 ezer forintból 85 ezer forint marad a nyugdíjas zsebében. A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke azt mondja, üdvözli az új adószabályokat. A kedvezményekre azonban eddig is lehetőség volt, csak a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül. Korábban megvolt az a lehetőségük, hogy ők, az ő tagjaik, nyugdíjas tagjaik által végzett munka volt a kedvezőbb anyagilag. De most ugye ez a lehetőség mindenkinek nyitva lesz. És emiatt az az előny, ami korábban a nyugdíjas szövetkezeteknél volt, az most gyakorlatilag megszűnik. Tehát itt igazából én az átgondolatlan lépések, folyamatok ellen ágálok, vagyis hát ezt látom problémának, de magát az elképzelést én jónak tartom. Németné Jankovics Györgyi azt mondja, elsősorban a szolgáltató iparban tudnak majd elhelyezkedni a nyugdíjasok, ott van a legnagyobb igény a munkájukra. Úgy véli, a különböző szakmákat űzőkből, például a pedagógusokból, egészségügyi dolgozókból alakult nyugdíjas közösségeknek közös szolgáltatási skálát kellene kitalálniuk, amire van fizetőképes kereslet. A korepetálásokat, a gyermekeknek a felkészítését nyelvvizsgára, logopédiai foglalkozásoktól kezdve a nyári táborokig vagy szakkörökig. Tehát ezeket, hogy mondjam, ezzel a nyugdíjas kedvező, nyugdíjas munkavállalási feltételekkel összehozva, netán a nyugdíjas szövetkezeti formában tudjanak egy piacképes terméket magukból csinálni. Magyarországon körülbelül 70 ezer nyugdíjas dolgozik. A kormány a szabályok átalakításától azt várja, hogy kétszer annyi nyugdíjas fog dolgozni, mint most. 40 esztendő után újult meg Hőgyészen a takarékfiók. A Hungária takarék modernizációs törekvéseiben idén további 10-12 egység korszerűsítése szerepel. Az átadón elhangzott, ezek a felújítások kapcsolódnak a kormányzat vidékfejlesztési elképzeléseihez. Sűrűn találkozunk az elmúlt hetekben, hónapokban, hiszen a többedik takarékszövetkezeti kirendeltség megújítását bonyolítottuk le. A takarékfiók új, de a szövetkezet közel 60 esztendele szolgálja elsősorban a vidéki kis településeket. Ennek az alapgondolatnak jegyében folytatják a fiókok felújítását, mondta Gáspár Csaba, a Hungária takarék igazgatója. Ez az év az arról fog szólni, hogy az eddig hát nem kellően ápolt és karbantartott, nem kellően felújított, nem kellően modernizált banki egységeket szeretnénk rekonstruálni. Nyilván koncentrálunk a kisvárosi közegre elsősorban, vagy a nagyobb települési közegre, és aztán próbálunk mindig egyre kisebb lélekszámú irányokba eljutni. Hőgyészen az 1970-es években esett át utoljára felújításon takarékszövetkezeti fiók. Ebben az esztendőben további 10-12 egység megújítására vállalkozik a pénzintézet. Botta György, a település polgármestere azt fogalmazta meg, a helyben működő pénzintézetekkel szemben nagyobb a bizalom, mint egy távolabbi bankkal. Van egy olyan pont a lakosság számára, ahol biztonsággal intézhetik a pénzügyeiket, helyi dolgozók közreműködésével, ez egy fokozott bizalmat jelent a számukra.
A bankfiók fejlesztési program kapcsolódik a kormányzati vidékfejlesztési elképzeléseihez, melynek célja, hogy a kis településen élők is azonos színvonalú szolgáltatásokban részesülhessenek, mint amit a városokban igénybe vehetnének. Regionális híreink következnek. Polgármesterjelöltet állított az Összefogás Pécsért Egyesület, Kővári Jánost látnák a vezetői székbe. 725 éve alapították Alsómo családot, ünnepi rendezvények egész évben. Csak álom marad az újévi fogadalom, a legtöbben még mindig életmódváltással indítják az új évet. Pártpolitika helyett széles összefogás segítheti csak Pécs fejlődését, ezt mondja Kővári János, akit polgármesterjelöltként támogat az Összefogás Pécsért Egyesület. A politikus szerint az elmúlt 30 év tapasztalata az, hogy se balról, se jobbról nem tudták olyan pályára állítani a várost, amely a gazdasági növekedést szolgálta volna, ezért most már maguknak, a pécsieknek kell összefogniuk, aminek az élére állna a politikus. Bejelentést tettek az Összefogás Pécsért Egyesület vezetői csütörtökön. Támogatják, hogy polgármester jelöltként induljon Kővári János az idei őszi önkormányzati választásokon. Így a jelenlegi városi képviselő a Szövetség Pécsért nevében küzd majd a városvezetői pozícióért. Kővári azt mondja, a cél érdekében nyitott az együttműködésre. Minden olyan pécsi polgárral, aki végre Pécs felemelkedésén szeretne dolgozni, nem valamilyen pártok érdekei mentén acsarkodni, vagy ilyen módon ilyen érdekeket megjelenteni, hanem egyszerűen csak a pécsiségünket megfelelő helyre, méltó helyre szeretnénk emelni minden pécsi részvételével. Hiába várják a pártpolitikától az emberek, hogy javuljon Pécs helyzete, növekvő pályára álljon a gazdaság, véli a polgármester jelölt. A baloldali pártokban, illetve a jobboldali pártokban is csalódtak a pécsiek. Éppen most van itt az ideje annak, hogy ezeken felemelkedjünk, és egy összefogást hozzunk létre. Nem azt mondom, hogy civil jelöltekként, mert az is ma már pejoratív jelzőt kapott a civil, hanem egyszerűen pécsi polgármestert, pécsi képviselőket és egy pécsi képviselőtestületet. A kampány során hamar ki fog derülni, hogy ki puffogta továbbra is párt szlogeneket, és nem a pécsiek, hanem a pártok érdekeit szolgálja. Velük nem fognak össze, mondja Kővári. A polgármesteri szék mellett egyéni képviselőket is indítanak, mind a 19 körzetben. Idén ünnepli alapításának 725. évfordulóját a Baranyai Alsómo család. A településen egész évben szerveznek majd programokat. Az ünnepség sorozat nyitó rendezvényén újévi koncert várta az érdeklődőket, de megismerhették Alsómo család történetét is. Ez a logója. Zászlóbontással ünnepelték Alsómo családon a település 725 éves alapítását. Az eseményen Dicső László köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta, ez egy fontos fordulópont a falu életében. Megtartottuk a 700 éves évfordulónkat is ezelőtt 25 éve, és meg fogjuk tartani kicsit másképpen ezt a 725. évfordulóját is. Annyiban másképpen, hogy nem egy nap az, amikor ünneplünk, hanem egy ünnepség sorozat lesz az idei évben. Így a szerdai ünnepség egy nyitó rendezvénye az évfordulónak. Ezen alkalomból Pesti János nyelvész tartott előadást a közönségnek. A nyugalmazott egyetemi tanár Alsómo család szülötte, aki évek óta kutatja a település történetét. Előadásából kiderült, bár az első okleveles adat 1294-ből származik, jóval korábban is éltek már ezen a területen. Ez a vidék nagyon régóta, 4000 időszámítás előtti 4000-ben már lakott vidék volt. A honfoglaló magyarok itt úgynevezett ős-szláv népelemet találtak, hogy itt szlávokkal találkoztak, ennek az a bizonyítéka, hogy a falu neve is szláv eredetű. Az előadás után újévi koncertet hallgathatott meg a közönség. A szervezők elmondták, ezzel és az ehhez hasonló rendezvényekkel szeretnék a település közösségét erősíteni, a családok, alkotó emberek identitását és lelki egészségét megőrizni. Még tart a karácsonyi ünnepkör, az advent első vasárnapjától vízkeresztig tartó időszakra nagyon sok ünnep esik, melyek egy része nem kapcsolódik a karácsonyhoz. Beleesik január 1-e, amit a 13. Gergely pápa féle naptárreforma a polgári év kezdetévé tett, ám az egyházi év mindmáig advent első napjával kezdődik. Ráadásul Magyarországon a 17. századig karácsony volt az új év első napja, miután 1691-ben január 1-jére
estére rögzítették új év napját, sok karácsonyi szokás átkerült erre a napra. A karácsonyi időszak ünnepeink, szokásaink terén a leggazdagabb és a legváltozatosabb. Ezek olyan értékek, amit az a karácsony ünnepkör megjelenít, ami szerintem vallási felekezettől függetlenül minden ember számára értékként jelenik meg, legalábbis itt a nyugati civilizációban, hiszen a nem vallásos emberek is keresik ilyenkor a saját családjukkal való kapcsolatot, szentestei közös vacsora, ajándékozás a szeretteinknek, a hálaadás, egyfajta reménnyel várakozással tekinteni a kezdődő új polgári esztendőre. Tehát, hogy az egyházi ünnep egybeesik, összekapcsolódik azokkal az elvárásokkal, vagy azokkal az értékekkel, ami minden embernek felekezettől függetlenül fontos. És ennek a két értékcsomagnak a találkozása egy komoly időszak, egy komoly kihívás. Aki meglátja őket, bízhat a szerencsében, vallják a kéményseprőkről, akik immár hagyományosan az új év első munkanapján ellátogattak a kaposvári városházára, hogy boldog új esztendőt kívánjanak minden lakosnak. A szerencsét hozókat Szita Károly polgármester fogadta. Nagyon szépen köszönöm, hogy a kéményseprők most is ellátogattak hozzánk, és hozzák a szerencsét Kaposváron. Több mint 20 éve köszöntik így az új esztendőt a kéményseprők Kaposváron. Mint azt Szita Károly, a megyeszékhely polgármester elmondta, a kéményseprők 2018-ban is szerencsét hoztak a városnak. A 2018 évelei jókívánságok azok a város tekintetében is sikeresnek mondhatóak, mert sikeres évet zárt Kaposvár, és azzal a reménnyel fogadtuk most is a jókívánságokat, hogy valamennyi kaposvári és Somogy megyei életében is lesz sok-sok személyes és közösségi siker, sok-sok boldogság és természetesen jó egészség. Az újévi köszöntőn a jó kívánságok mellett a kéményseprők a biztonságos fűtésre is felhívták a figyelmet. Én azt kívánom a mindenkinek, aki tüzelotthon vagy bármilyen készüléket, fűtőkészüléket használ, hogy a magam nevében is, meg a kollégáim nevében, hogy komolyabb káresemény nélkül lehoztuk a 2018-as évet, maradjon ez 2019-ben is. A kéményseprőket szerencsehúzóknak tekintik ma is. Mint mondták, sokan, ha meglátják őket, már is bíznak a babonában. Nagyon szeretik az emberek a gombjukat fogni, például kéményseprőket megsimogatni, és ugye lószört húzni a keféből. Hiszen a kihúzott szál is szerencsét hoz, tartja a babona. Az újévi fogadalmak sorában sokaknál ott a fogyás és a több mozgás. A nagy lendület és elhatározás azonban néhány hét vagy hónap alatt alábbhagy, és csak a legkitartóbbak maradnak a konditermekben. A személyi edzők tanácsai szerint tudatosan kell készülni a mozgásra, azzal együtt pedig az életmódon is változtatni kell a siker érdekében. Walk Energy órán tempóznak a csoport tagjai ebben a kaposvári konditeremben. Ők mozgással indították az évet. Hozzájuk hasonlóan ilyenkor sokan megfogadják, hogy többet sportolnak az új esztendőben. Január eleje az egy olyan időszak, amikor úgy nagyon megugrik a termeknek a látogatottsága, aztán azért ez már február-márciusra egy kicsit leapad, vagy inkább úgy mondanám, hogy beáll az a réteg, aki utána is rendszeresen fog tudni járni edzeni. Harsányi Katalin a karácsonyi és szilveszteri pihenő után már várta, hogy újra mozoghasson és ledolgozhassa az ünnepi finomságokat. Igazából ügyeltem rá, hogy ne legyen túl sok. Szerintem nem is ez a fő cél most január 2-án, hanem hogy újra jól induljon az év, mert hogy ez nálam egy ilyen életforma, és már nagyon hiányzott. A legnagyobb baj az, hogy sokszor nem csak az ünnepekkor felszedett kilóktól kell megszabadulni. A személyi edzők szerint sokan ilyenkor szembesülnek az egész évben rájuk rakódott kilókkal. Ekkor jön a nagy elhatározás, hogy a mozgásé lesz a főszerep, de csak a legkitartóbbak maradnak a termekben. Gyökeresen kell megváltoztatni az életmódot. Nem elég az, hogy most én akkor január-februárban egy picit átmozgatom magam, meg majd visszafogom a beégvi és csokievést, hanem rendszeres mozgással, megfelelő táplálkozással, megfelelő minőségű és mennyiségű regenerációval, és ezt így életmóddá, tehát egy ilyen szokásjoggá való alkotással vagy változtatással, így ezt igazából szerintem meg lehet változtatni, meg lehet egy jobb formát építeni. A személyi edzők szerint az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, már nem csak egy meggondolatlan újévi fogadalom a sok mozgás. Többségben vannak azok, akik kitartóak és elszántak, ha fogyásról vagy sportról van szó.
Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Béremelés, a kamara véleménye szerint kigazdálkodható a 8%. Bombával fenyegetőzött, a szekszárdi járásbírósági ítéletet hozott. Új adószabályok, kedvezőbbé vált a nyugdíj melletti munkavégzés. Megújult bankfiók, Hőgyészen 40 évet kellett várni a modernizálásra. A hétvégén borongós csapadékos idő várható, északnyugat felől a havazást fokozatosan havas eső váltja fel. Vasárnapra várhatóan kisüt a nap, eleinte délen még lehet havas eső, hóesések, élénk olykor erősebb lökésekkel kísért szél fúj majd. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!